Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem küldök képet is. Hiszen, ha becsukom a szememet, megjelenik előttem egy kép, ez olyan, mint egy képeslap. A mai napon a cseresznye fák virágzását láttam. Olyan hasonló, mint a japán képekből mi ezt látjuk. Mit jelent ez az égi üzenet képek alapján, leírhatod a kommentárba. Ennek nagyon örülnék. Ahogy én értelmeztem ezt, hogyha most kezdünk valamit, ez olyan, mint a tavasz, itt kivirágzik valami, és tényleg lesz egy új kezdet, hiszen a tavasz ezt szimbolizálja. És ha te szeretnél egy személyes üzenetet a Bibliából, ennek is megvan a lehetősége, a díjam 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit üzennek az égiek. A napokban megkapod az igazságot, vagy lesznek hivatalos dolgok, amit el tudsz intézni. Ne félj, ne legyenek félelmeid, éld a napod, a Jóisten ott van melletted. Az életed nem volt könnyű. Sokat harcoltál, de mindig megvolt az életerőd. Ne add fel, legyen meg az akaratod, hiszen eléred a céljaidat. Ügyelj a gondolataidra, legyenek pozitív gondolatok, hiszen te magad vagy a legjobb barát, tehát légy hűséges magadhoz. Két évvel ezelőtt akartál valamit változtatni az otthonodban vagy a családi kapcsolatokban, azt most meg fogod valósítani. És ez volt az égi üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, sok szeretettel, Denderrel!